Köszöntöm a nézőket, a körképben a hét legfontosabb eseményeit foglaltuk össze. Tartsanak velünk! Március 13-án késő este lezuhant a szerbiai katonaság Mi-17-es jelzésű harci helikoptere, amely egy Novi Pazari beteg csecsemőt szállított Belgrádba. Az illetékes orvosok úgy ítélték meg, hogy az újszülött életveszélyes állapota miatt nem volt elég idő arra, hogy közúton szállítsák kórházba. Ezért sietett segítségükre a katonaság helikopterrel. A szerencsétlenség oka valószínűleg a rossz időjárási viszonyok, a sűrű köd volt. Egyes hírek szerint a helikopter üzemanyag nélkül is maradt. A helikopter fedélzetén heten voltak, ebből négyen a legénység tagjai. A csecsemő mellett kettő egészségügyi dolgozó volt a gépen. Senki nem élte túl a szerencsétlenséget. A mentőakcióban minden az előírások szerint történt, mondta a balesettel kapcsolatban a szerbiai RTV-nek Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter. Azt, hogy merre haladjon a csecsemőt szállító mentőautó, az alapján határozták meg, hogy mennyi oxigén tartaléka volt az ötnapos babának. A kórház mentőcsapatának a helyszínen kellett várnia a kis pácienst, legyen az Nis, Kragujevac vagy Belgrád, emelte ki a miniszter. Összekötik a katonaság csapatát azzal a csapattal, amely a csecsemő mellett volt, hogy állandó kapcsolatban legyenek. A csecsemő egészségi állapotának követése és az összes többi körülmény miatt is, hogy minél kevesebb idő vesszen kárba, és hogy gyorsan tudjanak reagálni. Ez mind meg is történt. Van egy folyamat, ez egy komoly ország, amit tiszteletben kell tartani. Sokan támadták a csecsemő kiskorú édesanyját. Őt okolták a balesetért, hiszen saját felelősségre hagyta el a kórházat a párnapos babával. A miniszter szerint azonban nem az orvos feladata a gyermek szüleinek felelősségre vonása, illetve a csecsemő származásának megkérdőjelezése. A lezuhant helikopter pilótáinak családjai és a balesetben szintén elhunyt orvosok hozzátartozói önkormányzati támogatást kapnak. A Novi Pazari városi tanácsülésén arról döntöttek, hogy a két egészségügyi dolgozó családtagjainak munkát és lakást biztosítanak majd. Az, amit biztosan mondhatok, hogy törekszünk majd végigkísérni ezeknek a gyerekeknek a fejlődését, és a segítségükre leszünk, hogy olyan jó emberekké váljanak, mint amilyenek édesapjaik voltak. Ez a legkevesebb, amit ebben a pillanatban tehetünk. A négy pilóta és a két egészségügyi dolgozó pénteken hunyt el, miközben egy ötnapos csecsemőt szállítottak Belgrádba. A kedvezőtlen és összetett időjárási körülmények miatt a katonai gép nem tudott landolni. A helikopter éjjel zuhant le a Nikola Tesla reptérnél. A két Novi Pazari egészségügyi dolgozót vasárnap kora délután helyezték örök nyugalomra. A helikoptert irányító pilóták közül kettőt ma búcsúztatnak, a másik két pilótának pedig holnap lesz a temetése. Arról még nincs pontos információ, hogy mi okozhatta a helikopter lezuhanását. A szerb államfő korábban azt mondta, ki fogják vizsgálni a baleset minden apró részletét. Nincs megegyezés az oktatási miniszter és a sztrájkoló tanügyi dolgozók között, folytatódik a munkabeszüntetés. A tárgyalást megelőzően a tanügyi szakszervezetek megmozdulást szerveztek Belgrádban, ahol a tüntetők vízzel öntötték le a tárcavezetőt, amikor megjelent. Hatalmas fügyszó fogadta az oktatási tárcavezetőt a minisztériuma előtt szervezett tüntetésen. Egyesek még vízzel is leöntötték. A miniszter megpróbált átütni a tömegen, miközben többször is szóváltásba és dulakodásba keveredett a demonstrálókkal. A szakszervezeti vezetők többször is rendre utasították a jelenlevőket. A felek végül tárgyalóasztalhoz ültek. Megegyezés azonban nem született. Szrigyán Verbigy tárcavezető elmondta, a Nemzetközi Valuta Alappal kötött megállapodás miatt nem tudnak közös nevezőre jutni az oktatásügyi alkalmazottakkal. A tanárok jobb anyagi feltételeket követelnek. Az oktatási minisztérium nem rendelkezik ezzel a pénzzel a költségvetésben. Hogy ehhez legyenek eszközök, a kormánynak kellene döntést hoznia, nem pedig a miniszternek. A miniszter jelen pillanatban nem tudná aláírni erről a szerződést, még akkor sem, ha itt lenne az orrunk előtt. Szrigyán Verbigy arra figyelmeztette a sztrájkolókat, hogy elmaradhat fizetésük egy része, amennyiben nem teljesítik a tantervet. Több mint 50 000 tanügyi munkást képviselnek a szakszervezetek.
Az, hogy az állam és a miniszter nem tud előteremteni ennyi pénzt, arról senki sem tud engem meggyőzni. Ezért van megoldás, csak valaki nem akarja megtalálni. Alekszandar Vučić szerb miniszterelnök az ügy kapcsán elmondta, nem lesznek további bércsökkentések a közszférában, és megígérte a tanügyi dolgozóknak, hogy elsőként érzik majd meg a szerb gazdaság fellendülését. Pontosan 4 hónapja kezdték a munkabeszüntetést a tanügyben. November 17-e óta fél órás tanórákat tartanak azokban az intézményekben, amelyek csatlakoztak a sztrájkhoz. A szakszervezetek most 3-szor vonultak az utcára. A megmozdulások fő oka a fizetéscsökkentés. Ennek eltörlését követelik a tanügyben, valamint a fizetési osztályokról szóló törvény meghozatalát és a kollektív szerződések aláírását az általános és középiskolákkal, illetve a diákotthonokkal. Jelenleg több mint 500 iskola tart részleges munkabeszüntetést, ami az oktatási intézmények 1/4-e Szerbiában. Információink szerint egyes bánáti iskolákban is beszüntették a munkát. Az első 3 tanóra után a szerb fővárosba mentek tüntetni a tanárok. Az intézményekben maradt tanítók 30 perces órákat tartottak. Tudomásunk szerint néhány bácskai iskolában is csak rövidített órák voltak. Drágulnak a tankönyvek a 2015-2016-os tanévre. Az általános iskolák felsős diákjainak könyvei körülbelül 10%-kal lesznek drágábbak az előző tanévhez képest. Az alsósoknak sem jár ezentúl az ingyenes tankönyv, csak a szociálisan rászorulóknak. A szülőknek akár 15 ezer dinárt is fizetniük kell a könyvcsomagért. Ökrös Csilla lánya most 5-es. Minden könyvet meg kell vásárolniuk a tanévkezdéshez. Ez több ezer dináros költséget jelent, és ezek csak a könyvek. Sok tanár megenged azt, hogy ami nincs, tehát félig üres füzeteket tudják folytatni, ez mondjuk nagyon jó, de hatalmas kiadás ez elindítani a gyereket, ugye mire az összes tanszert beszerzik, a hozzávaló kiegészítők a lomfűrészen, a vonalzókon, körzőkön keresztül, a töltőtoll, a tornafelszerelés, sorolhatnám reggelig, hogy mi minden. Tehát azért nagyon megterheli a pénztárcát. Gubis Selken Klaudia igazgató szerint is drágák a tankönyvek. A tanárokkal közös megegyezés alapján csak 4-5 évente cserélnek kiadót, amennyiben szükséges. Ez abban könnyítés, hogy a több gyermekes családoknál a testvérek egymástól öröklik a könyveket. Abban segítünk, hogy a minisztériumból megérkezett értesítés, hogy mégis egyes tanulók majd kapni fognak ingyenes tankönyveket. A pályázat folyamatban van. A többiek pedig elmennek a könyvboltba, és a listát leadta minden tanár és tanítónő, az osztályfőnökök, hogy melyik kiadótól, melyik tantárgyból milyen könyvet kell venni. A következő tanévben az alsós diákoknak sem jár már az ingyenes könyvcsomag. Ezentúl mindent meg kell vásárolni, és ez akár 10 000 dinárig terjedő kiadást is jelenthet. A felsős diákok könyvcsomagja meghaladhatja a 10 000 dinárt is. Eddig az első 4 osztálynak ingyenes volt, most fizetni kell nekük is. Abban az esetben, hogyha nem szociális esetek. Hát persze drága akkor, hogyha azelőtt ingyen volt, most még kell fizetni. Úgyhogy. De hát van olyan, hogy 3 részletre bírják megvenni. A tankönyvcsomag a szülőknek 7 000 dinártól 15 000 dinárjukba is kerülhet, attól függően, hogy hanyadik osztályos a gyerek. Az új tanévre szóló tankönyvek árlistája megérkezett, a könyvek pedig június végén kerülnek a boltokba. Nem zár be a Horgosi Orvosi Rendelő laboratóriuma. A hét minden munkanapján dolgozni fog. Ezt a hírt dr. Berényi Éva, Horgosi Egészségügyi Intézmény vezetője közölte kedden délután a Magyar Kanizsán megtartott szakkollégiumot követően. Horgoson az a hír terjedt el, hogy a laboratórium megszűnik. A terv annyiban módosult, hogy hetente egyszer fogadta volna a pácienseket az intézmény. A helybeliek petícióval fordultak a Magyar Kanizsai Egészségház illetékeseihez. Nagyon megrendített bennünket, mert aki idősebb, meg minden csak nem tud úgy elmenni Kanizsára, akinek nincs autója vagy valami, akkor az nehezebben tud eljutni vérvételre. Én nekünk szükség volna, hogy ne utazzunk. Nyugdíjasok is. Beteg is vagyok én is, úgyhogy nem kellemes lesz utazni, ha muszáj.
Rúd elé szaladtak a horgosiak, nyilatkozta az eset kapcsán dr. Körmeci László, a Magyar Kanizsai Egészségház igazgatója. A labor marad, esetleg nem mindig üzemel rendes kapacitással. Hogyha bizonyos okoknál fogva szünetel ott a munka, akkor ide kell majd utazni. De hát ezt gondolom, hogy nem szabad, hogy ez egyetlen ok legyen, mert a községnek a többi lakósa is utazik Kanizsára. A beszélgetésünk után megtartott szakkollégiumról dr. Berényi Éva, a Horgosi Intézmény vezetője, már jó hírrel érkezett. Minden nap lesz laborunk, az igazgató úr akceptálta a horgosi lakosok kérését, kívánságát, és áthelyez majd egy horgosról Kanizsára, eddig Horgosról Kanizsára utazó laboráns technikusnőt, akinek eztán még utazni sem kell, hanem minden nap itt fog dolgozni nálunk. A horgosiak gondja tehát megoldódott. A délutáni és éjjeli orvosi ügyelet viszont a község teljes egészét lefedő mentőszolgálat működése miatt már nem állítható vissza a településen. Szerbiában a játszóházak mindössze 5%-a rendelkezik biztonsági tanúsítvánnyal. A sportpályákon, játszótereken és az iskolai nyílt pályákon évente több tízezer gyerek sérül meg. Ebből mintegy 3000 esetben van szükség komoly orvosi ellátásra. A sportpályákon és a játszótereken évente mintegy 50 000 baleset történik. Az elavult és a megrongált szerek miatt sérülnek a gyerekek. Megrepett csúszdák, összefirkált játékszerek. Egyes játszótereken veszélyben vannak a gyerekek. Szerbiában 4500 sportpálya és mintegy 800 játszóház működik. Az előírások szerint az ilyen objektumok biztonsági ellenőrzését egyszer végzik el azok megnyitása előtt. Szabadka területén aránylag jó állapotban vannak a gyerekek számára előlátott terek. A szülők és nagyszülők véleménye megoszlik. Nem rossz. Nem esnek szét, a gyerekek sosem sérültek meg, ezért nem tudok rosszat mondani. Eléggé. De ez nem a kisgyerekek miatt, ez a tinédzserek, azok teszik tönkre. Volt részem benne látni, hogy mit csinálnak, és azt is este felé, vagy később, mikor a kisgyerekekkel fölmennek a szülők, akkor ők lépnek akcióba. Sokan azonban inkább attól tartanak, hogy a kicsikben mások, az idősebb korosztály tagjai tesznek kárt. A szülők és nagyszülők már nem merik egyedül elengedni a gyerekeket a játszótérre. A Szabadkai Építési Igazgatóság azt tervezi, hogy ezekre a helyekre is térfigyelő kamerákat helyez majd. Addig azonban csak regisztrálni tudják az állapotot, valamint elhárítani és kijavítani a hibákat, amelyek a szerekben keletkeztek. A gyerekjátszóterek és a sportpályákhoz hetente egy ízben van bejárás, és hát a bejárás után akkor feltérképezni és dolgozni rajta. Ez a rendszeres bejárás, amennyiben bejelentés volt, úgy felügyelőségi, úgy kommunális rendőrség, helyi közösség, lakos, akkor az hamarabb is. Több család játszóházakba viszi a gyereket. Itt sem ritka a sérülés. A legtöbb helyen, annak ellenére, hogy vannak nevelők, a szülőknek kell felügyelni a kicsikre. Az egyik szabadkai játszóház fogyatékkal élő gyerekekkel is foglalkozik. Egyáltalán se bajom nem volt. Még sérülés nem volt, semmi se. Én nem, már még sokat fogorvosol sajnos, de ő tényleg sose nem ütöttem még a fejét, se semmi. A nevelők mellett tanítók, pszichológusok és defektológusok foglalkoznak itt a lurkókkal, akiket megőrzésre is elvihetnek a szülők. A tisztaságról és a játékok állapotáról napi szinten gondoskodunk. Természetesen törekszünk arra, hogy minden szabályt betartsunk, amelyek a napközire és a játékokra vonatkoznak. A játékszerek nagy része didaktikus játék, sok a fajáték. Arra törekszünk, hogy minél több ilyen szer természetes nyersanyagból készüljön. A játszóházok esetében például átlagosan 200 tételt kell ellenőrizni, ezért mindössze 5%-uk felel meg a követelményeknek Szerbiában. Az ilyen objektumok ezt jól látható helyen piros matricával jelzik is. Eredményes munkásságukért kapott magas rangú állami kitüntetést Budapesten Kabó Kerika, idősebb Virág Gábor és Vitkainé Kovács Vera. A kitüntetéseket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján Orbán Viktor magyar miniszterelnök javaslatára Áder János Magyarország köztársasági elnöke adományozta.
30 évnyi kitartó munkál a szabadkai Kabók Erika újságíró mögött. A Magyar Szó szerkesztője, emellett 20 éve a Magyar Közmédia vajdasági tudósítója is. Eredményes munkásságáért most Budapesten a Magyar Arany érdemkereszt kitüntetésben részesítették. Nyilván az, aki úgy gondolta, hogy ez kiemelkedő teljesítmény, figyelembe vette azt, amit eddig csináltam, és hogyha tőlem kérdezi az, hogy mi az, amit én magam kiemelkedő teljesítménynek tartok, én azt gondolom, hogy hétvége szerkesztőként, én már 10 éve szerkesztem a hétvége mellékletünket a Magyar Szóban, csináltam olyan sorozatokat, amely témákkal korábban még nem foglalkozott senki. Vitkainé Kovács Vera az Újvidéki Szerb Nemzeti Színház magánénekese, és az Újvidéki Művészeti Akadémia tanára meghatódva mutatta stábunknak a Magyar Érdemrend lovak keresztjét. Nem is tudom, mit mondjak erre. Gyönyörű érzés ilyen magas kitüntetésben, ennyi évtizedes munka elismeréseként megkapni. Életművének megkoronázásának érzi a Magyar Érdemrend lovak keresztjét idősebb Virág Gábor, művelődés és helytörténész. Nem vártam ezt a kitüntetést, de azért jól esett. Jól esett, mert a kitüntetés azt jelenti, hogy elismerik az embernek a munkásságát, becsülik is, örömet is jelent, lehet, hogy egy kis irigység is van valakinek a részéről, de hát ez már ezzel jár. A magyar államfő megbízásából a díjakat Lázár János, miniszterelnökséget vezető miniszter adta át szombaton Budapesten. A szabadkai Jaksa Tamás, a Magyar Kanizsai Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ harmadikos tanulója nyerte el az Újságírók Magyar Kanizsai Egyesületének fogalmazási versenyének fődíját, az aranytollat. A díj kiosztót a regionális szakmai pedagógus továbbképző központ épületében tartották. A 10. alkalommal meghirdetett fogalmazási versenyre összesen 41 pályamű érkezett be. A diákok 5 téma közül választhattak. A legnépszerűbbnek a jövőképem, megyek vagy maradok, az internet szerepe 21. században és a szabad téma bizonyul. Az internetről írt sajátos hangulatú írást a győztes diák is, aki helyett tanárnője vette át az aranytollat, az alkalmi ajándékokat és az Újságíró Egyesület erre az évre szóló tagsági könyvét. A második helyet a magyar kanizsai Juhász Gréta érdemelte ki. Hát én általában ilyen saját témát szoktam választani, de most nem jutott semmi eszembe, ezért ránéztem, hogy a jövőképen, hogy maradjak, vagy megyek, és eszembe jutott, hogy úgy mindenki úgy legtöbben, hogy mennek ki külföldre, meg így, és úgy elgondolkoztam azon, hogy most miért, meg hogy így, mert én is szeretnék, bevallom, hogy így kipróbálni, hogy milyen az a külföldi élet. A Csókai Kökény Anna lett a harmadik helyezett. Az ő munkája a boldogságról szólt. Hát igazából szomorúságról akartam írni, de mi adjak neki olyan címet, akkor írtam a boldogságról. Hát és nem igazán találtam szavakat rá, mert nem tudom, mit jelent az, hogy boldognak lenni. Ugye igazán boldognak lenni, azt nem tudom. A Rőri Gottó, Aranyos Klára és Istenes Erika összetételű zsűri értékelése szerint az Egyesület pályázatára jobbnál jobb munkák érkeztek be. Az Újságírók Magyar Kanizsai Egyesületének nem titkolt célja, hogy írásra késztesse a középiskolás diákokat, akikből talán kinevelődhet majd a jövő újságíró nemzedéke. Mi nagyon szeretnénk, hogyha így módon segíthetnénk a médiumokon, nem csak a magyar kanizsai médiumokon, hanem szélesebb környezetünk tájékoztatási eszközein is, hiszen tudjuk, hogy hát itt-ott káderhiánnyal küzdködnek ezek a médiumok, és nagyon nehéz jótollú fiatalt találni. Az Újságírók Magyar Kanizsai Egyesülete minden évben az 1848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc tiszteletére hirdeti meg pályázatát, ami egyben a Szabad Magyar Sajtó napja is, és a hozzá legközelebb eső napon adja át a díjakat a legjobb középiskolásoknak. Pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Tanács az MNT ösztöndíjas egyetemi hallgatók számára. A nyertesek 3 napot tölthetnek el Franciaországban, Strasbourgban, Deli Andor európai parlamenti képviselő jóvoltából.
A szülőföldön való maradás kérdése, a munkavállalás feltételei és az Európai Unió mint intézményrendszer. Ezeket a témákat dolgoztatják fel esszé formájában a 23 évnél fiatalabb, harmad vagy negyedéves hallgatók. Úgy gondoljuk, hogy nagyon aktuális ez a munka előtt álló fiatal felnőttek számára, akik egyetem harmadik, negyedik évén tanulnak. Egyébként az esszének 6-tól 8-9 ezer karakteret kell, hogy tartalmazzon, és meg vannak adva formai követelmények, hogy mekkora betűméret, tehát egy szép keretet adva kell beadni a meghatározott esszét. A 48 legeredményesebb pályázó egy emlékezetes franciaországi utazáson vehet részt. Egy háromtagú bírálóbizottság fogja kiválasztani ezt a 48 nyertes hallgatót. A nyeremény az egy háromnapos kirándulás Strasbourgba, Franciaország festői városába, ahol megismerhetik az Európai Parlamentet, a nyertesek, illetve Rajna völgy egyéb nevezetességeit is. A pályázat célja, hogy a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjasai, akik munkavállalás előtt állnak, megismerkedjenek az Európai Parlamenttel és az Európai Unióban zajló élettel. Egy ország, amely Európa felé halad, hogy a fiataljai megismerkedjenek az ottani életformával, az Európai Parlamenttel, és hát a képviselő úr fölkínált azt a lehetőséget, hogy az ösztöndíjasaink részére pályázatot írnánk ki. A hallgatók április 30-áig adhatják át munkáikat. Az esszék tulajdonosait május végéig rangsorolják majd. Az utazásra 2015. július 5-e és 8-a között kerül sor. A részleteket a pályázatokról megtalálhatják a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapján, a www.mnt.org.rösze oldalon. Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra! Thank you.